Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a VNTV vagy Viva Natura Televízió kedves nézőit. Ez a terefele adásunkban Majoros János barátommal beszélgetünk ismételten. Egy korábbi adásban valahol ott hagytuk abba, hogy szeretnénk ma megbeszélni, hogy milyen módon tudjuk magunkat megvédeni olyan környezeti ártalmakkal szemben, amik nem anyagszintűek, hanem igazából mentális szintűek, és az transzcendentális világból érkeznek. És mindjárt az első kérdésem előtt azt szeretném elmondani, hogy amikor én kicsi gyerek voltam, meg a nagyszüleimmel beszélgettem, tehát már őket se úgy nevelték, hogy valami van a fölött, ami az anyagi létezés jelenti. Elrángattak templomba, ott mormoltunk, tehát mindenféle manták ott elhangzottak a mai fülemmel, hogy a tudatállapotot valamilyen módon programozzák, de ugyanakkor folyamatosan a félelemre szocializálták az egész emberiségét, tehát féld az Istennel, szeresd az Istennel, és tudjuk, hogy ma csak a szerető Isten létezik, az egész világ, mindenség, az univerzum a szeretet energiájára épül, és ma mégis egy olyan alacsony szintre el tudták tolni az emberiségnek egy nagyon nagy részét, hogy csak anyagszinten érzékelik a világot, esznek, isznek, dugnak, bocsánat, hogy ilyen vulgárisan fejeztem ki magam, de az, hogy mi a Isten embernek az önvalója, amiért a Jóisten az egészet létrehozta, milyen módon vagyok kapcsolatban folyamatosan az univerzális létezőmmel, milyen módon vagyunk egységben a másik embertársaimmal, az összes univerzumban élő másik lényel, aki vagy humanoid, vagy nem humanoid, és akkor itt vagyunk 2020 őszén, rettegünk mindenféle baromságtól, elnézést, direkt nem nevezte meg a dolgokat, és az emberek sorozatos öngyilkosságba menekülnek. Egy mai adat, amit kaptam Romániából, hogy az elmúlt évhez képest 15-szörösére nőtt az öngyilkosoknak a száma, és ez a kilátástalanság a félelemtől és mindenféle dolgoktól indítatva. Nagyon sok emberrel beszélek Magyarországon is, és a félelem motiválja őket, a remegő kezük a maszkukon, és gyakorlatilag ez a fajta beoltás, hogy az anyagszinten letolják az embert, és itt elpusztítják. Ez egy borzasztó út lenne, ha nem kezdenénk látni a fényt, mert hogy azért kezdték el ezt az egészet, mert elkezdtek ők félni, a hatalmasok, hogy kiderül, hogy a világ nem arról szól, amit itt most hát 2000 éve itt eszegetünk, hanem igenis a fény gyermekei vagyunk. És az energiaszinten mit tudsz tanácsolni azoknak, akik ma még félnek, és szeretnének nem félni, és szeretnének fény hordozóivé válni, vagy fény gyermekeivé válni, illetve azok csak nem tudnak. Azok, nagyon jó a kérdés, köszönöm. Káli Yuga van, vaskorszak, ugye van, ez hindúban van, hindú, védikus, régen volt aranykor. És a Káli Yuga a legmélyebb. Hát a vaskorszak. Az aranykor megfelelt mondjuk az atlantiszi világnak, több mint 12 ezer éve ért véget, 12 és 15 ezer év között volt körülbelül, létezett. Ez az atlantiszi kultúra, az nem mese, tehát az teljesen konkrét dolog. És az megfelelt egy paradicsomi állapotnak. A paradicsomból a kiesés, amikor úgymond a Ádám Évát kizavarták a paradicsomból, hogy ugye a tudásfája az ez butaság, az nem igaz, hanem lényeg az, hogy utána jött a holdkorszak, amikor matriarhátus volt, és az óriási nagyon nagy dolog volt, és a nők voltak a menők, és ők hordozták a fényt még mindig, mert a férfiak elvesztették, csak a férfiak. Tehát a paradicsomi állapotban benne volt a férfi-nő teljes egysége. És ott az Ádám Éva, ugye ott boldogak voltak, az oroszlán nem ette meg a bárányt, és így tovább. És akkor kiestek ebből az állapotból, mert a tudatosságok a fejük fölől leesett. De még mindig elég magas volt, hogy a nők még tudták hordozni a fényt, és a férfiakat töltötték a női energiával, akik ezzel meg voltak elégedve, és le voltak nyugtatva a férfiak, és ezért nem harcoltak egymással. Következő fokozat már a ikrek korszak, ugye jön, hogy a régen oroszlán, visszafele megy ráki, egy a női holdkorszak, az a matriárhátus ikrek korszak, amik elkezdtek vándorolni, a Nimród gyerekei, ugye, és akkor a Hunor-Magor sztori. Megy az aranyszarvas, és találnak 50 szupernőt a fiúk, és akkor megházasodnak, és új országokat csinálnak. Tehát lényeg az, hogy ez szépen így megy fokozatosan. Közben volt tehát van ugye, nem egyezik meg az asztrológiai korszakokkal, tehát aranykor, holdkor, bronzkor, vagy ahogy réz, ahogy akarjuk. Nem a bronzkor, hanem az bronzkor, archeológia. Tehát a rézkor volt ugye, és a vaskor van most. Az a Káli Yuga legmélyebb. A kereskedő kor után jön
a Kálióga. A legvégső. Még részkornak számít, még az egyiptomi ókori, az még nagyon-nagyon magas birodalmak voltak. Tehát a tudatállapot ott még részkori volt. És most van a majdnem 5000 éve Krisna kimenetelével, mondják a hinduk, van ez a Kálióga, és azt a Kálióga-t át akarták ütni már sokszor a nagy indiai jogik. 98-ban volt egy ilyen nagy kísérlet, amikor csináltak egy Maharudra Yagya nevű eljárást, amikor vagy 3 vagy 4 hétig 30-valahány risi bölcs meditált folyamatosan éjjel-nappal, úgyhogy megcsinálták a 9 bolygót, tehát van a 7 normál bolygó, Szaturnuszig, és még 2 indiai bolygó, és annak 5 méteres beton valamiért megcsinálták, és éjjel-nappal tüzeket raktak, füstölőztek, és azzal egy pár százalékot sikerült is átütniek a Kali-jugának a problémáit. De ezt kéne csinálni sok embernek, vagy hát sok risinek, hát azóta se volt ilyen. A lényeg az, hogy az emberek, ahogy beszéltünk az előadásban, 2 méterről lecsökkent 20 centire az étertestük, még jobban beszűkül, még jobban elvesztik az elemekkel a kapcsolatukat, még jobban alámegy ezek a burkok a gerincükben, tehát a kundalini akkor ment föl, hogyha fölmi a kundalini a fejtetőri, de hát ki tudja ezt fölvinni, aki egy mester, akinek feje fölött van a tudatosság, és az viszi a többieknek, viszi föl a többieknek. Tehát egy ember azért lesz depressziós, mert egyre lejjebb van, és egyre kisebb az energiaszintje, hát persze, hogy depressziós, meg öngyilkos, meg minden baja van. És ugyanakkor az a belső problémája neki, tehát azt beszéltük, hogy ez nem egy külső probléma, hanem az ő belső világának az összeomlását jelzi ez, hogy elveszt az elemekkel a kapcsolatát, teljesen fénykapcsolata egyáltalán nincsen, mert azt csak a nagy bölcsek, a risik tudják lehozni, meg a fej fölötti élőmesterek, akiknek van ilyen beavatásuk. Bárki élőmesteré válhat, ez a következő. Egy 5-6 beavatás után, ami frankó és betartja isteni törvényeket, föl lehet vinni az embereket. Csomó ember beírt nekem, hogy előző 4 évvel ezelőtt, hogy milyen izé, hogy én aztán beavatom őket. Hát be is avatom, de ne, azoknak meg kéne tudni, akik kritizáltak engem, hogy ez tényleg működik. Úgyhogy csak el kell menni mondjuk 30 évig a legnagyobb mesterek beavatásaira, mondjuk. És azt gyakorolni napi 3-4 órát, ahogy én csinálom, keményen. És akkor az embernek frankon fölmegy a feje fölé a tudatossága, és akkor tényleg lehet másokat beavatni, ha elég nyitottak rá. Tehát azért kell a kristály, hogy először kinyíljanak az alsó 4 burokban, be lehet őket avatni, és fél év alatt frankon föl lehet őket vinni legalább 3-4-es bodhiszattva szintre, ami 60-70 méteres étertesnek felel meg a 20 centi helyett, hoppá! És akkor aztán tényleg fénylenek az alakok. De ez a lényeg, az a minimum, hogy elérni egy 3-4-es, az lenne egy normál állapotunk, egy frankó egyiptomi papnő, aki nagyon-nagyon magas szintű volt, az körülbelül ezt tudhatta egy 5-6 ezeri ókoriba, tehát nem a mostaniba, ókori Egyiptomba. Ó-egyiptomi, x-ezer, 5000 évvel ezelőtt legalább. Azóta udénes csökkent a dolog. Tehát az a lényege, hogy belső világukat kell tisztítani, de csak fénykapcsolat által lehet, tehát olyan valakihez kell fordulni. Én is azért fordultam a legnagyobb buddhista mesterekhez, hogy beavassanak engem, fénykapcsolatot kapjak, és minél jobban megvalósítsam önmagamat. Ez az egésznek a lényege. És azok teljesen részletkérdések most itt, hogy itt az elején kristályokkal kell dolgozni, azért kell dolgozni kristályokkal, hogy nem kézzeltevéssel nem lehet őket fölvinni, mert kézzeltevő ad neki egy energiát valakinek, akár én is, de én nem szeretek, mert mi az már, belé nyomják, mindjárt beszélünk, mi az ma. És akkor utána napig tisztíthatnám, hogyha egy 20 cent étertestűt kézzeltevéssel tisztítanék, akkor utána egy napig tisztíthatnám magamat. Az ő mi az máitól, az meg nem biznisz nekem, meg senkinek se biznisz. Tehát a lényege az, majd elmondjuk, mi a mi az ma, hogy azért kell a kristály, hogy a kristály fölviszi 3-4 hét alatt egy olyan állapotra az illetőt, hogy be lehessen egy magasabb szintbe vinni. Tehát ez egy lépcsőfok. Így, ahogy vannak, mondjuk ez hozzátartozik a meddőség témához is, hogy ez a gyönyörű kis, hogyha nem tudom mennyire látszik, de hogyha valaki megnézi egy holdkőnek, ez igazi holdkő, és látszanak benne a kis csíkok, az olyan, mint egy kagylónak a belseje, de semmi köze a kagyló, ez egy igazi kvarckristály módosulat ez. És akkor ez a gyomor és a hold rezgést képviseli, hogy egy fehér csatornát nyit meg a fejtetőn, az alsó 4 auraburokban, ha föl van töltve természetesen, a bolti kristály nincsen feltöltve, tehát ennek több méteres vagy 10 méteres a kisugárzás egy ilyen pici kőnek. És akkor az föltölti az illetőt a hold csatornában és a gyomrát és a méhét tisztítja a nőknek például. És akkor ez mondjuk egy vénuszi kristály, ugye ez a vénusz csatornát nyitja, meg ugye vesét, meg szintén női szerveknek, petefészeknek nagyon kell a vénusz. Tehát ez férfiaknak is kell persze. Ez egy rodonit,
ez a szerelemkő, hát ez mindenki meg van vadulva a Rodon, mikor kicsit ez nem annyira fényes, de ez a Rodosz szigetének ott egy kicsit világosabb, ilyen rózsaszínes kövek vannak, hát ez is nagyon-nagyon vénuszi. És még egy, ez mind női eskő, és de Yang is van benne persze, ez pedig egy nagyon-nagyon áttetsző, vagyis hogy nagyon-nagyon telített ametiszt, ami viszont a nyirkokat tisztítja. Tehát mindenkinek megvan a nagyon-nagyon, és a nyirok, a legtöbb embernek ez a baja. Hát látom a nőknek, meg mindenkinek a bokája ki van duzzadva, ödémás a lábuk, hát ez a nyirok probléma. És ugyanúgy, ahogy beszéltünk, hogy agyalapi mirigy, pajzsmirigy, nemi mirigyek, a pajzsmirigy pedig az a Jupiter pont rá nyom, a Jupiter hiányok van. Szelén az is holdikus, tehát pontosan a pajzsmirigyek szelén és jód hiánya van. És a Jupiterben ez a Jupiter csatornát, ilyen bíbor színű Jupiter csatornát nyit meg a pajzsmirigyben, tehát a pajzsmirigyes valakik, akik kövérek, lassú pajzsmirigyek, mondja egy híres belgyógyász, mondja a rádióban, hallom, éppen bekapcsoltam pár éve, azt mondja, az összes krónikus betegségnek a lassú pajzsmirigy az oka. Hát az összes, utána jön a cukorbetegség minden a pajzsmirigy után. Elképesztően leépül a szervezet. Az, hogy jót hiányosak alapvetően. Hát jót hiányos, mert az nem is szívódik föl. Uh-huh. Úgyhogy, de hát azért nem szívódik föl, hiába eszi a jó tablát, tehát nem fog föl tudni felszívódni. Na hát ez egy tigris szem ugyan, de igazán ez sokszor a ikrekhez teszik, de én inkább a pikához teszem, tehát ez is pajzsmirigy egész jó különben. Tehát ugye itt van a bika, az asztrológiában is rögtön az ikrek, tehát ez a tájék. Minden zodiákus jegynek megvan a saját köve, persze, nem? Igen. Neked mi a köved? Nekem minden. Nekem, hát nem. Ez egy keresztkérdés volt. Keresztkérdés volt, de hát mindegyik planétámat tisztítom. De nem úgy van, hogy mindig ahhoz a kőhöz kell nyúlni, ami éppen nem. Az a rezgésünk hiányzik? Elsősorban az aszcendens számít, ha valakinek mondjuk X, mondjuk tök mindegy, milyen aszcendense van, akkor az a kő tisztítja az aszcendensét, hogyha föl is van töltve. Uh-huh. És akkor, és a napja utána, hogy a nap a másik fogtontos, tehát ha mondjuk nyilas napja van, akkor a nyilas napjónak nagyon jó, ez a, mert ennek az ura, ez a jáspis, vörös jáspis a nyilashoz tartozik. Ez a rákjegy ura a holdkő. Ez a két, a mérleg és a bikajegy ura. Inkább a mérlegé, a rózsakvarc. Ez a szűzze, nem? És nem. Ez a szűzze szembeni Neptun. Aha. Neptun a halakura a Neptun, és az a vizelem, ugye? Mm. Úgyhogy ez meg egy szodalit ugyan, a szodalit csoportba tartozik, ugye a lápis lazuli a legerősebb gyógyítókő, de szaturnikus, az összes csontrendszer izület tisztításáról. De van olyan, amiben 12 követ beleraktál, nem? Hát 21-et, ezek olyanok. 21-et, hát majdnem 21-et. Tehát, hogyha valaki ezt megnézi, hát benne van a vörös jáspis, zöld kő, kék, mindenféle kő van benne. Hát ilyen picibe. Hát ilyen nagyobb azért ezek erősebbek. Hát itt ez egy gyönyörű szállítás nyakba, itt hidrek hölgyeknek. Ez egy gyönyörű nyilas jegy. Az összes, ez pajzsmirigyre is jó persze, itt ez egy szódalit, ha igaz, ez pedig egy ilyen zöld kő, hát ez egy ilyen szívcsakra szerűs. Összerakod a köveket, megnézed az energiáikat, és utána epoxi gyantyába folytatod. Igen, ez egy nagyon-nagyon, hát nem epoxi, ez valami nagyon-nagyon jó minőségű, különleges bőrbarát van, ami, hogyha kikeményedett. Ez egy törhetetlen, vízálló, mindenféle van, zsebrevágja az illető, vagy akár így hordhatja a nakba, és nagyon szép dísznek is. Hát ez például ez egy nagyon különleges, annyira lágy, hogyha látod, hogy milyen itt a fehér alapon talán látszik, hogy ez mondja, egy annyira nőies és finom rezgés, hogy csak úgy. Mindjárt mondja a nő, a kedves néző, hogy na elég volt már itt a reklámból. Ez a reklám. De hány évet csinál ezeket a... 90 november óta csinálom. Köves medálokat. 90 november, 30 éve már most, exakt. Csak mit tudom én, több mint 10 000 medált adtam az embereknek? Hát körülbelül, de régen csak ilyen picit adtam, mert 90-es években egy ilyen 2 centis medál elég volt, az 15 kristályos volt, speciál csak. És ma már ekkora nagy? Hát muszáj, mert egyre rosszabbak az emberek, és egy nagyobb kő kell nekik. Figyelj, ha 5G-ről beszélünk, azt a te értelmezésedben az... Ja, meg az előbb mondtad, hogy fogsz beszélni, miről fogsz beszélni? Mi az mákról? A mi az mákról, meg az 5G-ről beszélünk egy kicsit. 5G, akkor az egy... Én villamosmérnök vagyok eredetileg. Az elektromágneses sugárzások szétrázzák a sejteket. Tehát a sejteknek van egy mágneses és egy elektrostatikus egyensúlya. Hogyha a mágneses lecsökken, akkor rákos lesz a sejt. Tehát vannak ilyen területek, mint mondjuk Magyarország és Japán, ahol a mágneses térerő kicsit gyengébb, valami oknál fogva,
és azért a japánok csinálni, a 60-as évek már kitalálták ezt a mágneses karkötőt, ugye megy a vér, és akkor az egy statikus mágnes volt, tehát és aztán kitalálták ezeket a egyéb technikákat, amikor ráfekszik az ember 10 percre egy ilyen ágyra, és akkor az is az étertestet legalábbis helyre rázza egy kicsit mágneses szinten. Tehát valamit csinálnak ezek, de hát azok magasabb étertesten valamit csinál, de utána asztrálban nem. Tehát akkor megint visszaesik az illető. Tehát sejtszinten azért lehet meditálni, mert ezeket a... Van mondjuk a zöldtára tudatgömb, ami egy zöld gömb, azt lőjük föl egyébként, vagy lövi föl a lámolendidál. Én nem csinálok direkt povát, hanem én a lelógó részeket lövöm föl egyenként. Az egy megint más kérdés, az hosszú lenne ezt elmagyarázni. De a lényeg az, hogy a tudatcsatornában mennek ki tudatgömbök, és az egy zöld színű tudatgömb képviseli a fejünk fölött a 25-30 centire a zöldtárát. Ez egy 5 centi átmérő gömb, de ez megnőhet nagyobbra is. És tulajdonképpen, ahogyha helyére kerül, akkor az ember nagyjából képvisel a zöldtára anyát. Tehát a helyén van. Tehát az 5G-nél tartottunk, ugye? Ott tartottunk, és ott van a zöldtárán belül is, de vannak magasabb tudatgömbök is, a negyedik és a hatodiknak az egyensúlya csinálja az elektrostatikus és elektromágneses. A hatodikban van energiahiány, és amikor 92-ben itt volt a Dalajám őszentségén, ott voltam a sportcsarnokban, még a régiben, és akkor csinált egy meditációt az előadása végén, és hazamegyek, és akkor még pálcával rámértem, hogy milyen meditációt csinált Dalai Láma Szentség, és a hatos tudatgömbben meditált, mert ő látja, mert hát látó. Látta, hogy a magyaroknak a hatos tudatgömbben van hiányuk, és azt kérte be nekünk, hoppá. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon különlegesek a nagylámák. Megyünk vissza egy kis elektromérnök szintre. Igen. Okay. Azt tudni kell, hogy az 5G-nek az a jelzetessége, hogy 2,6 GHz-től fölfele 33 GHz-ig sugározna. Most azt tudjuk, hogyha mikrohullámmal foglalkoztál, hogy ennek a csillapodása ez exponenciális, tehát hogyha a fülemtől tartom most is a telefont, már ilyen távolságra, akkor nem sugározza szét az anyagom a mostani 4G-s telefon, igaz? Az 5G-t azért kell szinte 250 méterenként berakosgatni, mert hogy ez a tércsillapodása, és viszont akkora nagy térerő sűrűséget kell nyomni, és itt jönnek a problémák, hogy folyamatosan vibrálva vannak a sejtünknek a hidát burkai, így van szétrázva, mert ugye a nagy feszeknés a 200 kV-os vezetékek mellett lévő házakban 100-szor több agydaganatos volt, mint egyébként, mert folyamatosan azt a pihenési szakaszt, akkor pihennie kéne, nem vibrálni. Igen. Hát Németországban ezt a 250-400 kV-os távvezetéket minimum 250 méterre kell szabály szerint, de minimum 250. Magyarországon meg benn vannak a házak mellett. Így van, és még van egy szabvány, ami szerint ez engedélyezett, tehát ez borzalom, és inkább 5G előtt még ezzel kéne talán foglalkozni. Na ez 50 Hz-en van mondjuk ez a távvezeték, de ez viszont ez ugye a mikrohullámú sütő az van 3-4 GHz, ha jól tudom. 2,6 GHz-től 3,4. Igen, az is ott. Ami az a kis doboz. Tudom, az a kis doboz. A sose használom, az mire jó? Az arra jó, hogy például hogyha beteszünk egy valamit, a szétrobbantja a baktériumot is. Tehát, hogyha nem fémet tartunk bele, de mondjuk egy üvegpoharat, akkor üvegpoháron fertőtleníti a baktériumot is, főrobbantja, szétrázza őket. Vagy egy húst rakunk bele, ami mondjuk nem jó a húst megenni, de viszont szétrázza a húsban levő ölésinformációt is, hoppá. Viszont zéro lesz benne az élő energia. Ez így van. Úgyhogy ha beteszünk egy növényt, vagy bármit, amit meg akarunk, mert egy gyereknek a gyerektápszert, úgy szétrázza, mint állat. Tehát zéro lesz az életenergia. Tehát a kisugárzása semmi. Utána aki ügyes, az vissza tudja tölteni. De hát az mondjuk ritka, aki vissza tudja tölteni. Tehát lényeg az, hogy sejtszinten szétrázza bármilyen ilyen, minél erősebb, minél magasabb frekvencia, annál inkább szétrázza az emberi energiarendszerek sejtjeit. Első az, amit észrevesz, hogy nem tud pihenni. Tehát ugye ha most ne értsenek fél, ráérök egy földsugárzásra, akkor ez egy kicsit dopingolhat is bizonyos tevékenységet. Most nem a forgó székekről beszélek, hanem egyébként, ha benne vagyok az energiába, akkor tudok töltődni, de éjjel. Pontosan a kisülés és a nyugalomra van szüksége. Amikor periódus, infázis. Pontosan, infázisban vagyunk, és egyszerűen, ha otthon wifi-d van, akkor csinálj egy időkapcsolót, és kapcsolod le legalább otthon. Az 5G ellen úgy tudsz védekezni. Így van, valaki mondta, bocsi, hogy ott van mellette a wifi vagy valami, az a kis doboz modem, és akkor na, mi nem teszi, hát ő nem tudja az ágyát, mert szórakozunk most már, és ott az 10 watttal vagy valamivel nyomja neki, de az, hogyha nézetesen számít, hogy mondta, tehát hogyha mondjuk 10 centire van tőle, és utána 1 méterre, akkor az 10x10, a század részére lemegy utána, hát tehát nézetesen. Század részére lemegy az energiája, tehát minél távolságot te tartani ezektől. Na most ott van minden sarkon, akkor hogy tartjuk a távolságot?
Ez így van. Tehát vastag fal, olyan fémlemezek, alumíniumfólia, bármilyen, le tudunk földelni. Tehát ezek nagyon jó voltak a telefon. Tehát amikor a telefonod nem szólal meg a helyiségbe, akkor már jó. Akkor te már jól vagy. Tehát ilyen, így tudod ellenőrizni, hogy jó, jó helyen vagy. Vagy lemész a pincébe, ugye, vastag falak mögé, vagy ha fönt, akkor meg alufólia is földelni ezeket a dolgokat. Hát ki kell menni a városból, mert csak városban van ez. Én ezt nem tudom, de te ki tudsz menni a városból? Nem tudok ki menni a városból. Tehát nagyon sokan vannak, akik itt városban. Hogy mennék ki? Úgyhogy ez a másik, hogy állítólag azért van ez az 5G, hogy az autókat majd, az önjáró autókat majd ezzel lehet nagyobb, nagyobb információs sűrűséggel, tehát x gigabyte per akármi per szekundumos információt kell nyomni, ugye, és ahhoz képest, hogy az autók tudjanak kommunikálni valami központtal, hogy az önjáró lehessen az autó, és ne csináljon balesetet. Ez a duma a háttérben. Oké, 5G kilőve, mi az ma? A miazmát Hahnemann hát nem találta ki, hanem egységesítette, és az a miazma tan, hogy minden emberben benne van, ahogy megszületett a családjában, benne van a minden sejtjébe az adott miazma, kinek kevesebb, kinek több, a családtól függ, hogy mennyire ezeket húsokat, mennyire haragos, és így tovább, hogy a kankó miazma, mindegy, hogy meg van fertőzve az illető a kankónak a bacillusával, baktériumával, tök mindegy. A vérbaj miazma és a rükk miazma, ez a három alap, és akkor utána utóbbi 200 évben még a különleges ráérző homeopaták még ezt tettek hozzá, hogy a rák miből áll össze, de 10 félét felsorolnak miazmákat, de mindegy, ez a három, amit miazma. Hogy jellemeznéd a miazmát? Ez fehérje, vagy egy DNS komplexum, vagy baktérium? Mi ez a miazma? Vírus, baktérium, gomba. Ez így együtt? Úgyhogy vannak magasabb frekvenciájú miazmák, azok vírus miazmák, és hogyha az ember védett valamire, vagy tud meditálni, a 12 a miazmák hol vannak, ahogy beszéltünk a burkokról, 12-es, 13-as, 14-es aura burkokra hat valamilyen szinten, azokat bezárja, és ami viszont ezek a magasabb aura burkok táplálják az alsó 4 burkot. Hoppá. Tehát a felső béneddel való kapcsolatot korlátozzák, és ezek a miazmák ez még asztrálsíkon van. Elvileg de... az ősöktől hozott információs... Igen, tehát 8000 éve már volt a haragok miatt, már kiástak mondjuk Szeged mellett, már 8000 éve is volt már vérbajos csontváz, tehát azon látják a tudósok, hogy az... Most itt elmondom, mi a nagy kérdés, ugye most már itt azért meg tudjuk, hogy Adi meg Lenin azért küzdött ilyen problém, szifilisz, kankó, stb. Igen. Most ezek úgy eltűntek a mi életünkből, és most ezek a drága migráns testvérek, azok visszahozták ide Európába, és a legdurvább nemzetességeket. Igen. Na most az emberekben attól még benne van, tehát mindenkiben benne van, attól van az összes betegség, tehát minden betegség, most tök mindegy, hogy milyen krónikus betegség beszélünk, az mind miazma függő. És gyakorlatilag nincs az illetőben kankó, baktérium, meg vérbaj, ügyek nincsenek benne, de a rezgése benne van. És mondjuk van egy vírusrezgés, ami hát nem, rá tudok hangolódni, de én nem tudom elmondani senkinek, mert ahhoz egy nagyon-nagyon ráérző képesség kellene valakinek, hogy azt meg is értse. Uh-huh. Tehát valaki tudok tisztítani mondjuk vírus miazmán, meg magamat is. Uh-huh. Például tehát bementem mondjuk egyik pár hónapja este, bemegyek a lakásba, és előtt a kapuajba, biztos kimen, hát áll a kapuajba a levegő, és bemegyek a kapuajba, ugye Erzsébet körút, bemegyek, és vettem egy mély levegőt, hogy azt hittem, hogy ott olyan büdös levegő jött a orgomba, hogy egyszerűen majd megfulladtam, mire fölértem a harmadikra, már fájt a tüdőm. De a kukák is ott vannak, nem a kapuajba. Nem számít a kuka, az is miazmatikus, egyébként mi a miazma, hogy értsük, az a miazma, az mocsári kisugárzás jelent régi 1200-es évekből, amikor voltak a pestis járványok Olaszországban. Onnan szól ugye a mindenféle régi ügylet, az a olaszoknál ez nagyon, nagyon tudták, hogy mi az. Az a miazma tulajdonképpen egy olyan, amikor dohos a pince, az egy szag, vagy valaki... De az gombaspóra konkrétan, amit a dohos, amit az úgy igen. Érzed a pincét. Az igen, de a vírusnak is van ilyen, tehát minden egyes vírusnak, meg baktériumnak más a szaga. Egy ismerősöm mondta, hogy a László kórházban volt, hogy félig lerohadt a lába, bocsánat, hogy ezt így mondom, és senki nem tudta, orvosok mindent felrajtig csináltak, és senki nem tudta, hogy milyen betegség, meg milyen baktérium, vagy mitől. És a kötöző nővér mondta meg, hogy ez ilyen szagú a illetőnek a lába, az egy ilyen és ilyen baktérium. A szagról megmondta. Tehát tudják, akik hozzáértenek, azok tudják, hogy van ilyen,
és nem elidumálás. Tehát van még egy érdekes kérdésem ezzel kapcsolatosan, hogy amikor megszületsz egy közösségben, kórház, anya, gyerek, apa, stb., hogy genetikai úton azért akár több ezer lemenő ágad is van, igaz? Így van. És akkor érdekes módon, tehát DNS-ek közé beágyazódva, valamilyen módon, ugye ha baktériumokkal foglalkozol, ugye a baktériumnak nincsen csírája. A baktérium elvileg, ha viszont teljesen be van száradva, tokosodva, akkor úgy mondják, hogy baktérium csíraként öröklődik tovább, tehát bennünk az összes olyan mikrobiomhoz tartozó több ezer baktérium, gondolom ezekhez a betegséghez tartozó több ezerféle baktérium, valamilyen minimális formában, vagy csíra formában, mondhatnám úgy, hogy információ lenyomat formájában, ez a mi az, ez a lenyomat? Tehát információ lenyomat formájában ott van. Az még nem betegség, már de pedig a DNS, az egy óriási nagy információ hordozó több trilliárd kis antennába információkat hordoz, igaz? Igen. És elvileg a köröklődés kapcsán az információ lenyomatokat, így a miazmákat is áthozza. Hordozunk. Ezért van az, hogyha bakteriológiai vizsgálatot csinálunk a bélbolyhok között a mikrobiomunkba, akkor a genetikai úton is nagyon nagy hasonlóság van. Sokkal jobban hasonlítok én az őseimre, mint a te őseidnek a bélbacillaira, annélkül, hogy viszont azonosan táplálkozunk, stb. És az epigenetikához is ez már hozzá köthető. Pontosan, tehát milyen... ez rárakódik a génre, az összesen régi műsor, sok generációs műsor, és az mind megjelenik az illetőben. Aha. És tulajdonképpen ezeket hogy lehet lemeditálni? Tehát azt mondtam, hogy fölmentem a harmadikra, mert beszívtam, hát már rosszul voltam attól a levegőtől, hogy az tuti, hogy izék voltak, ez a Covid-os vírus volt, mert a tüdőmet nyomta egyenesbe. Aha. És akkor fölmentem, és akkor rámeditáltam, másfél napig kellett meditálnom, hogy ne legyek lázas körülbelül. Az az első, utána 2-3 szemig beleszagoltam ilyen levegőbe, utána így immunis lettem gyakorlatilag. Szerintem ezt a Covid-ot információ szinten is szét lehet szórni a Földön? Tehát nem feltétlenül emberről emberre? Hát lehet, nem, hanem... inkább emberről emberre. Én már valószínűleg kevésbé kapom el, mert már félig meddig immunis vagyok rá, a meditáció folytán. Még amit előzetesben mondtuk, hogyha be tudod csatolni a fényt, igaz? Igen. Minél magasabb szinten, akkor az manifestálódik a összes problematikus helyeden, és úgy a nyilokrendszeredet, úgy a torkodat, vagy bármi képes ez meggyógyítani, amikor gyógyíts meg Istenem imádságban, ugyanezen az alapon működik, amikor képes vagy megnyílni a felső bénet felé, akkor kapod a fényt, és nem tudom olyan gyönyörűen is bonyolultan elmagyarázni, hogy te el szoktad mondani, de valamilyen módon a édesdrága hitében élő nagyszüleim, akik Istennel mindig kapcsolatban voltak, ilyen módon tudták csak gyógyítani magukat, mert bódhiszattvával nem találkoztak. Igen. Lényeg az, hogy ez az első, hogy próbálkoztak mindenféle gén dolgokkal már 30 évvel ezelőtt, tehát az volt a cél a gén dolgokkal, gén sebészettel, hogy azt gondolták, hogy meg fogják tudni oldani a betegséget, de nem tudják megoldani, mert a tudatban van a betegség, és az orvosi csúcstechnológia, mind a meddőségnél sem bírja ezen segíteni, az emberben belül kell segítenie, hogy a öngyilkosoknál is belül kéne segíteni, tehát ő benne van az a bizonyos belső probléma, ami megjelenik és lehúzza őt, tehát neki kéne a fény felé nyitnia, hogy megoldja a belső problémáit. Ugyanúgy vagyunk mindennel, tehát a belül kell megoldani az űrjeinket, de hát ki tudja azt, aki a legnagyobb meditációs valaki, azt tudja csak megoldani, hogy kapcsolatban van a legnagyobb mesterekkel. Hogy... Igen, egy kicsit most piedesztára tettük ezt a meditációt, pedig igen, mint magyarok azt mondjuk, hogy mi révülünk, és tudod, amikor már tudatosan képes vagy beszívni egy levegőt és kiengedni, akkor már is tudatos meditációs fázisban vagy, és hogy nem kell ezt, nem tudok meditálni, dehogy nem tudsz. Tehát abban a pillanatban belülre tudsz figyelni, akkor már benne vagy a meditáció részben. Igen. De egy elmelegcsillapítása legalábbis az elején. Pontosan, és ez pontosan légzésre tökéletesen. Pontosan, igen. Szépen lehet lépegetni. Sínének hívják a tibetiben, tehát egy elmeletcsillapítás. Uh-huh. Azt mondják a sínében, hogy gondold azt, hogy a kávét, én nem iszom, csak mondom, kávét nem kavargatod tovább, és a kávészemek leülnek az aljára. Igen, vipasszana anapanának hívja ezt a részt, a légzésfigyelés meditáció. Azt mondja a buddhista, és figyeld az oldalon, kimegy a levegő, bejön a levegő. De a buddha azt mondta, hogy sose csináltuk belőlem vallást, és most nem menjünk tovább. Igen. Nem akart buddhizmus csinálni. De gyakorlati dolgok, igen. Ja. Jánoskám, akkor igazából összefoglalva az adásunkat, tehát ha az ember elhiszi, hogy minden belülről fakad és nem kívülről, igen. Tehát a külső támadásokat akkor tudod kivédeni, hogyha belülről megfelelő erő van benned, igaz?
hozhatsz te öröklési úton mi az más információkat, de minden rajtad múlik az, hogy milyen energiaszint és milyen tudati szintet tudsz eljutni, de viszont hozzád elkerül, akkor te tudsz segíteni, mert látod az embert, hogy milyen szinten van, esetleg a zsebébe tudsz dugni egy kristályt, amivel energiát tud felpumpálni, de ez kell az ő segítsége önmagának, hogy a tudati szintjét emelje, és gyakorlatilag a sok emelt szintű, tudati szintű ember csatlakozik itt ehhez a közösséghez. Erről beszélünk, akkor emelkedik a Földnek is. Pontosan így van. Így van, és most valamiért azért akarják ennyire lenyomni, mert érzik, hogy ez a káli jogának vége van, az energiaszint, a súmarezgés, minden elkezdett emelkedni. És a fénynek nem tudják megtagadni, ne világítson. Hát így van? És ezért nem új aranykor lesz állítólag, hanem gyémántkor. Tehát egy Brahma Kumaris indiai társaság, az Brahma gyermekei, az azt mondja, hogy nem is aranykor lesz, hanem gyémántkor. Ezért most már gyémánt gyerekek születnek. Igen. Nem indigó gyerekek, hanem gyémánt gyerekek születnek. Igen. Na Jánoskám, akkor köszönöm, hogy föltöltöttük itt energiával a dolgokat. Akit szeretnél Jánost elérni, itt az e-mail címhez kírjuk. Keressétek őt ebbe a világba. Magyarországon egyik legnagyobb tudású emberrel tudtok találkozni, aki sokszor már a legnagyobb gondja azzal van, a világi dolgokkal, mert annyiba benne vagy ebbe a másik transzcendentális dimenziókban éled az életedet, hogy hát sokszor egy kicsit nehéz ott a kukaszaggal megküzdeni a Erzsébet körúton, de ezt mindjárt megtehetjük, hogy ne azzal a környezettel foglalkozunk, ami lehúz, hanem csatlakozunk az Isten ember énünkhöz, mert a jó Isten nem csinált selejtet. Ezt vegyétek tudomásul, és ami itt van most, ahogy élünk, ez nem az isteni tervnek a része, de mi tudjuk már az utat, igaz? Így, pontosan, és nagyon köszönöm a lehetőséget. Én is köszönöm. És nagyon-nagyon jól megértjük egymást, tehát egyről beszélünk nagyon. Csak ki ne talált, hogy költözünk össze, de ez csak vicc volt. Ez. Együtt meditálnánk esténként. Na, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t láttak, viszontlátásra.